Az osztrák pályaautóbajnokság idénnyitó versenyét rendhagyó módon a brünói pályán rendezték, és mivel a versenysorozat legalábbis nevében nyílt, négy magyar autóversenyző, Cserkóti József, Mozár Péter, Szász László és Szigetvári Mátyás is úgy döntött, szerencsét próbál a sógorok bajnokságában. A boxban az ilyenkor szokásos verseny előtti készülődés folyik, de van már olyan autó is, amely kész a rajtra. Mozár Péter Ford Sierra-ján az utolsó simításokat végzik. Cserkuti József BMW M3-asának műszerfala pedig olyan, mint egy kisebb repülő pilóta kabinja. Ám ezúttal nem volt szükség a műszerekre. Itt tréningeztük, szabad tréninget, ma mentem az első tréningen, és utána közölték, hogy csak csendes kipufogóval lehet rajta zárni. Nem hiszem, hogy ekkorát hibáztatok volna, hogy ne legyetek tisztában a versenykiírással. A kiírásban az szerepel, hogy International Gruppe A. Most a internacionális szabályzat szerint a kipufogó szabad. Na most az osztálybajnoki kiírásban viszont létezik egy olyan, az éves alapkiírásban, hogy 100 decibeles kipufogó. De mivel egy internacionális bajnokság, ezt el kellett volna küldeni azoknak a résztvevőknek, akik jelezték azon, hogy el szeretnének indulni. Magyarán azért nem indulhattok, mert hangos a kipufogó. Ha egy ország ettől eltér, tehát előírja, akkor annak jelezni kéne a versenykiírásban legalább, hogy nem az a nemzetközi szabályok szerint rendezi a versenyt, hanem ez is ez a megkötése van. Mi lesz most? Csomagolunk és megyünk haza. Mint a 70-es évek világkupa futamaimból. A Formula 3-as gépek ruhája. Szász László pedig arról győződik meg, hogy a kocsi oldalába rejtett hűtőben elég melege már a víz, de mintha a motor nem szólna tisztán. A precíz öltözködésen, a komfort érzeten a kocsiban olykor súlyos másodpercek múlnak. A hangos beszélő már a starthoz szólítja a versenyzőket, de a Reynard motorja hirtelen dadogni kezd. Végül is mikor dadogjon, ha nem 2 perccel a rajt előtt. Lázas kapkodás, egy henger nem megy. A többiek már elindulnak a rajthoz. Végre a gyertyacsere után beindul a negyedik henger is. Az osztrák bajnokságban együtt indítják a Formula 3-asok és a Formula Ford 2000-esek vezetőit. 52-es rajtszámmal Szigetvári Mátyás a Ford volánja mögött. Nagyon jól startoltál. A mezőnyt Walter Lechner vezeti, az osztrák Sunga második. Első körökben az volt, hogy nem láttam semmit. Teljesen párás volt, meg hogy mentek előttem vízfüggöny, és azt hittem, hogy a vízfüggönyt nem látok, de utána láttam, hogy a pára. Hát a kocsi az jó, én úgy érzem, hogy jó, csak mi távol állok tőle egy kicsit. Nem oda megy mindig, ahol akarom, nem távolom a sebességeket, féktávokat nem ismerem még. A pálya is új volt, az autó is egy kicsit új volt. Keveset tudtam menni, hétfő tréninget, a versenyen kellett lóvágatni. Hát egyszer megforogtam, egy-két féktávot elrontottam. Mentem, értem utol a kondokat. És akkor megforogtam, megint elmentek. Mondom, újra kell kezdeni. Szerintem ez jó lesz, menni fog. A Formula 3-as kocsik vezetői között végül is az osztrák Wieser volt a leggyorsabb, Szász László a negyedik helyet szerezte meg. A Formula Fordok pilótái között Szigetvári Mátyás az értékes második helyen végzett.